Na, most csinálok egy videót azoknak az embereknek, akik nem ismerik, hogy lehet elkerülni Debrecent. Mögöttem van Józsa, mindenki megismeri ezt a helyet, és itt van az, ami átível, az a híd felettünk, ami Nyíregy háza fele megyen. És itt van, nézzétek a táblát, Berettyó, Ilfó, Szolnok, Hortobágy, Budapest, itt minden fele lehet menni. A kressz keretein belül fogok haladni, és meg lehet látni, hogy nem olyan sok ez a hely, a kilométerem 59 a vége. Már jövök is, úgy, ahogy a kressz szabályok megengedik. Remélem segítek ezzel sok embernek, illetve azoknak is segítek, aki Debrecenben laknak, és a levegőjük ezzel tisztább lesz, hogy sok ember elmegy bátran, mert az emberek félnek az újtól, félnek az olyantól, ahol még soha nem jártak, félnek az autópályától, mert mi van, ha eltévednek. Ahol egy kicsit monoton az utazás, ott ki fogom kapcsolni a telefont, hogy ne legyen unalmas. Na már fenn is vagyok egy ilyen szakaszon, és megyek addig a tábláig, amíg látni nem fogjuk, hogy hova fog vezetni ez az út. 110-zel lehet menni. Most igazából kicsikét ki is kapcsolom, hogy ne legyen unalmas, mert ezt fogjuk látni. Na, alig jöttem 10 másodpercet, már látjuk is a táblákat, hogy mi merre megy. Ha jobbra megyek, akkor az Budapest lesz. És ebbe a sávból lehet menni Budapest irányába. Budapest, Miskolc. De nekem Berettyóújfalu, Szeged, Hortobágy kell. Bemegyek a belső sávba. És itt már van egy sebességkorlátozó tábla. Berettyóújfalu, Szolnok, Hortobágy. Berettyóújfalu fele fogok menni, és itt a külső sáv megszűnik, de az elkerülőre nekünk az első kijáraton ki is kell menni, már teszem is az irányjelzőt, és ki is fogunk jönni. Mutatja is, hogy 40-nel lehet körbe menni, mert egyenesen befele menet az a BMW-hez megy, és itt kell lejönni, itt, nézd oda. Mutatja is, hogy autópályára fogunk rámenni. És amikor már úgy érzem, hogy tudunk gyorsítani, akkor gyorsítani kell, hogy vegyük fel a forgalom ritmusát minél hamarabb. Itt bal irányjelzővel bemegyek a belső sávba, mert ha maradnék a külsőbe, akkor visszafordulnék. Itt már 100-zal lehet menni. És látjuk is, ami nagyon fontos, hogy Hortobágyra itt lehet menni a következő kijáraton. Hortobágy, Debrecen. Ha itt kimegyünk, akkor lehet menni Hortobágyra, illetve Debrecenbe a Balmazújvárosi útra. Ocean, a Metro, Mömax, egy csomó minden van itt, hogyha itt kimennénk, ha itt. Nem megyünk ki, tovább folytatom a ismertetését ennek a útnak. Jobbra tartás miatt most kijövök egyenlőre, és innentől monoton az út egy kilométerig. Már itt is vagyok, és ha itt kimegyek jobbra, akkor Debrecen Ondód, de ami nagyon fontos nekünk, hogy ez a Kishegyesi útnak lesz a kezdete, és itt lehet menni a Kishegyesi úti Tescóig, főleg észen, ha jobbra kimennénk, ha jobbra. Viszont eddig az út nem fizetős, bizonyos típusoknak innentől kezdve rá ki volt írva a tábla, hogy fizetős, fizetős. Általában soha nem mérik, soha nincs kint kocsi, nem fizetős. Megszűnik a külső sáv, de a belső sáv ból tudunk becsatlakozni az autópályába, és már gyorsulok is, bal irányjelzővel bejövök,
És már fel is vettem azt a 130-as utazó sebességet. Itt van a tábla, és ez a kis szakasz, ez a 3 kilométeres szakasz miatt nem használják az emberek az autópályát, mert ugyebár egy éves autópálya matrica megyei 5700 forint. Na de kérem szépen, aki csak életébe egyszer jön el Hajdúszoboszlóra nyaralni, vagy bármi ilyesmi, azokon minek vegyen matricát, akár egy 10 naposat is, mert az is elég sokba kerül. Ezek az emberek nem fognak erre a 3 kilométerre venni, ezért kérem a kormányt, a debreceni vezetőséget, hogy tegye ingyenessé egészen eddig a következő leágazásig, ami Szolnok fele, Hajdúszoboszló, Ebes irányában. Na már most, aki Józsáról megyen, vagy Hajdúböszörményből Ebes, Hajdúszoboszló irányába, az itt el tudja kerülni Debrecent ez alatt a 5-6 perc alatt. És nézzétek a táblát. Szolnok, Hajdúszoboszló, egyenesen Berettyóújfalu van. Itt már nem akarunk csak Berettyóújfalunál lemenni. Ráállunk a lábunkkal a 130-ra, vagy annyira, amennyire, és megyünk is. A repülőtérnél ki fogok menni, de onnan, innentől kezdve az egy monoton. Na, itt kell kimenni Hajdúszoboszló irányába, illetve Debrecenbe be a Szoboszlói útra. Nagyon egyszerű. Innentől monoton az út, mindjárt megállítom egy-két kilométerig. Újból visszakapcsoltam. Jöttem egy kilométert, vagy kettőt talán, és nézzük a következő jelzőtáblákat, mert a repülőtér irányába fogok tovább menni Mikepércsi körforgalomhoz. Látjátok? Repülőtér! Mikepércs! Az irányjelzőt az autópályán 250-500 méterre kell már ha tenni, és innen van 500 méter. Innentől már teszem az irányjelzőt, hogy ki fogok menni. Időbe tájékoztatok mindenkit, hogy miért kezdek el lassítani, esetleg bár lassítani, ha jók a közlekedési viszonyok, akkor nem kell nekünk csak majd itten lassítani. Itt még 130-al ki tudok jönni simán, és akkor itt kezdek lassítani. Ha óvatosan motorfékezek, majd teszem a kívánt sebességfokozatot. Per pillanat, egy negyedikkel fogok bejönni, az irányjelzőt visszaveszem, lehet menni 60-nal, de lesz körülbelül. Itt meg már 40. Nem nehéz. Itt fogok lejönni mindjárt egyébként, mert visszafelé is meg lesz ez a videó. Nagyon szuper. Semmi, el se lehet tévedni. Csúcs szuper. Na, innentől nem messzi van a Mikepércsi. Átmentem az autópálya fölött, teszem a 6-at. És megyünk is. Semmi extra, itt már csak egyenesen kell menni, egészen a Mikepércsi úti körforgalomig. És megyek szépen 90-nel. Monoton az út, a Mikepércsi körforgalom előtt fogok újból videózni, mert itten semerre nem lehet menni, itt csak egyenesen kell menni. Tök egyszerű. Kicsit visszakapcsolom, hogy lássuk, itt van egy ilyen felüljáró, ott a Kronesz, ott látszik a távolba már bal oldalon, illetve a repülőtér a tetejéről, ennek a domnak jól látszik, bal oldalon van. És mondom, itt fogok visszajönni, hogy ebből az irányból is tudjuk meg nézni ezt az elkerülő lehetőségét. Itt megy Derecskére, a vasútvonal alattunk Derecske, Nagykereki. És már ott is van a Mikepércsi úti körforgalom, azonnal ott vagyok. Na, itt is vagyok. Lassítok is egy picit, hogy lássátok elolvasni a táblát. Jobbra Derecske, bar Debrecen. Illetve Debrecen repülőtér balra. Nagyon-nagyon, hát imittam, ott még lassabban mentem, mint a megengedett, hogy a táblákat tudjátok elolvasni. Egy-egy kilométerre kapcsoltam ki, hogy ne legyen unalmas a videó. Itt vagyunk, látjátok? Jobbra Derecske, Berettyóújfalu, balra Debrecen. És innen lehet menni Debrecen felé, de én kiállok, hogy meg tudjam csinálni a következő videót. Itt meg fogok fordulni, és innen vissza is megyek.
Köszönöm a figyelmet!